Kettő tippet kaptam a folytatáshoz, hogyha 100%-ig szeretném én teljesíteni. Az egyik, hogy a dash képességet szerezzem be, amit a kezdőterületről tudok majd elérni, úgyhogy hát majd megpróbálok visszamenni, hogy mi van ezzel, hát nem sebez semmit, hát de mit csináljak véled, hát kiütlek, felütlek, akkor ide a vízbe belejössz, és az jó, előtte oda a töredéket vissza kell helyezni, a vízbe nem szeret menni, nem. Hoppá, víz alatti, itt ez be... Az egyik a dash képesség, a másik pedig az, hogy majd a képességek, amiket én fejlesztek, azok a középső fát fejlesztem a gyorsabb úszás. Jó, közben tud sebet. Tudnak sebesíteni elég rendesen. Várj, és akkor itt a víz alatt hogy tudok... Hát akkor itt nincsenek buborékok, mint a Sonicban úgy tűnik. Na jó, akkor csak óvatosan ezekkel a támadásokkal, mert a halak sebeznek elég vadul, viszont akkor itt, hát az ott olyan szúrókásnak tűnik. Nekem ahova menni kell, az itt, szerintem itt így teljesen ki, hát ha itt összekapcsolódik, az út, és akkor visszajövök egy ilyen gyors utazóhoz, és akkor megtalálom azt a rejtelmes dolgot, ami szükséges lehet. Várjál, csak vissza kell még szoknom itt ehhez a, játékhoz, mert hát ez a baj, vagy, hát, vagy nem baj, hogyha ennyiféle, na várjunk oda, én azt hogy is sem állt vele, hogy ennyiféle, úgy feltöltjük, és ott egy olyan kiütés kellene, egy olyan nagy kiütés, játékmentés, hát az itt oké. Okay. Tehát a fejlesztések között ezt a középső fát kellene végig menni, ugyanis itt van az észlelés, ami azt engedi, hogy átlátok a falakon, és így megtalálom a rejtett területeket. Na hát ez lesz az, amit most már végig fogok fejleszteni, és akkor a 100%-ot mindenképpen el tudom majd érni. De hát akkor ide hiába jöttem én el, hiszen hát nagyon jó, mehetek vissza, mert ott szerintem itt egy ilyen gyűjteni valós rész lenne. De akkor érdekes ez az úszás is akkor, hogy azokat is lehet sebezni. Úszhatunk, meg akkor itt szerezhetjük a... Várjál, ide jöjjünk be, abból kérhetünk kristályt, habár az nem biztos, hogy olyan fontos. Jó, jó, a víz alatti irányítás szerintem teljesen jó. Oké, itt van valami rejtett ebbe az irányba. Aha, egy kis XP, akkor ezzel... És ott van lent majd nekünk képességpont, jajaja. Majd azt akkor elköltjük, hát most úgyis csak majd olyanokat fogok fejleszteni, ami a felfedezést segíti, úgyhogy gyorsan, fú, és ide fel, hogy kapjuk egy kis levegőt, oké, és jó, tetszik ez a, teljesen jól meg van csinálva, velünk itt láttam valamelyre, ott van felül, ott van, ott van felül akkor nekünk az a kis kő, amire szükségünk van. Várjál, jó, azt leszettük. Akkor ez az egyik, aztán kettő kellett a kapuhoz, szóval menjünk még tovább, talán itt jobbra, várjunk, még nem indulhatok el, bezáródik, és utána, ahogy nyílik egyből. Ez is egy jó, ez is jó mondjuk, de ez egy másik, tehát ez a, ahol az a sebezhetetlen figura volt, ahhoz kell. Itt megint feljövök, aztán vissza le, hogy menjek tovább. Megnézem balra, akkor hát, ha ott található még valami. Feltételezem, hogy akkor a másik szürke... Oké, hát ez... Na de most már akkor a kérdés, hogy ott fent melyik irányba menjek? Tehát odafent lehet jobbra irányulni, ott az a, ahhoz a kapuhoz, vagy balra vissza? Hát megnézem először jobbra, mi újság van, aztán utána balra vissza. Megpróbálok visszajutni a kezdő területhez, annak érdekében, hogy akkor ott a kezdő területen megszerzem azt a dash képességet. De az érdekes, tehát, hogy a fő történet szálhoz nem szükséges, és akkor így, ha nem oldod fel, akkor sincs gond. De, hogyha már fel tudom oldani és segít, akkor meg a 100%-hoz ez biztosan jó lesz, akkor miért ne? Na várjál, egy mentést itt hadd nyomjak el. Jó képességben, most ott azt a lilát nézzük meg.
Ezt lehet elgyűjtögetni, automatikusan elnyerésre kerül. Jó, utána kettő képességpont kell lesz, és az utolsóhoz három. Rendben, akkor most már csak úgy a mentés lesz az igazán fontosabb. Jó, erre tovább. Ja, tényleg nézzük meg itt. Akkor, aha, várjál arról, hadd menjek ide tovább. Ez rendben. Hogy meddig tudok itt mászni, az egy kérdés, mert valamennyi... Hopp! Valamennyi képességem már van, de még nem tudom, hogy minden képességem megvan-e. Ehhez kellett jönni. Jó, ezzel Illó volt a legbátrabb, legerősebb, akit valahátam. Most így nyugszik az ősfába fordulva. Ez is egy képesség, fény elnyelése. Lehet, hogy ez is csak egy ilyen plusz extrás. Na nézzük akkor, mit oldottunk föl. Tiprás. Nyomj A gombot, levegőbe ugor, majd nyomj lefelét, hogy erőteljesen elrugaszkodj a föld felé, a tiprás. Ja, fel. Oké, okay. Jó. És a jó játék az egyből mutatja, hogy hogy kell és merre kell használni. Itt van, jó, akkor ez is elérhető. Szerintem ez sem szükséges úgy, vagy nem kötelező, szerintem ez sem. De akkor így fel lett oldva, itt akkor gondolom oda kell a tiprás még, oda felülre, de mondjuk itt ennél, ez is. Ha. Jó, jó, akkor mint a kalapács. Oké, okay. Ez úgy működött, ott van valami, egy ellenfelet kell egy, hop hop. Őt is tiporni kell, mi? Ja, leesik róla a páncélzat. Jó. Hát ez a játék, ez... Hát... Nem tudom, hogy... A nagy fejlesztők hány millió dollárból miket csinálnak. De hogy amit ezek a fejlesztők... A Microsoft Studios nagyon jól tette, hogy felkarolta ezt a projektet. Ennek nagyon örülök, hogy ez így elkészült legalább. Na várjál, hadd nézem csak meg akkor a térképen itt. Azokat én felszedtem, vagy az még kima... Hát, na jó. Azt most már így nem fogom megtudni. Azt viszont tudom, hogy akkor a képesség legalább megvolt. Lehet, hogy oda kell lesz még majd valami, majd visszatérek. Amit biztosan tudok, az az, hogy most már ezt az ellenfelet le tudom győzni. Úgy leszedjük a hátáról a páncélzatot. Habár olyankor még teljesen le kell szedni a páncélzatot. Nem lehet azzal a sebesítéssel leszedni. Halfway there, achievement feloldva. Félúton járok? Ez itt a felező pontja a játéknak, tehát akkor volt eddig két epizód, ez meg a harmadik epizód a végigjátszásból, de mondjuk éppen most kezdtem el, 10 perc megy a rögzítése a játéknak, hát akkor... Ja, itt kell a tipre. Ja. Wow. De várjál. Itt nem tudok tiporni vízbe. Akkor itt erre felülre. Ja. Jó, nagy XP, köszi. Ott fölfele tiprás olyan van, tehát hogy ott meg így fölfelé még úgy nem tud úgy felütni esetleg. Olyan, hoppa, mi az a... Ott a fába van vésve a Zelda. Vagy a Linknek a pajzs, vagy mi az, vagy mi, tudod. Az a háromszöges, tudod te mi az, tudod, nagyon jó, tudod. Na várjál, itt hogy is jöttem? Ja, itt volt. De itt akkor megint bajba vagyok, nem? Vagy ezeket hogy tudom úgy kiszedni? Na várjál, itt ezt én aktiváltam, de ez akkor itt ebbe az irányba hozott nekem egy elérhetőséget? Na akkor ide teszek egy mentést, és lenézek akkor lentre, ugyanis ott nekem még volt lehetőség, hogy ott menjek, csak le volt zárva. Lehet az kinyitotta, hadd nézek tovább, hogy azt nyitotta ki, vagy valami mást. És akkor úgy, hoppá, hát merre, innen kell indítani a dupla ugrást, innen még egy dupla, oda fentre, az ott még zárva, várjál. Jó, szét lehetett ütni, és akkor így szépen, oké, na akkor menjünk, ugorj föl, ezt felvesszük az XP-ért, jó, és innen, ha bár, na várjál, hát. Innen attól én még felugorni nem tudok, tehát ez most egy szép és jó dolog, de
felugorni, ne? Habár ez a víz, ez kintre is ment? Vagy ez csak a gyűjteni valahoz volt egy ilyenek? Fú, ez a játék! Ja, bár itt leengedte a vizet, és akkor itt már tudom... Ja! Oké, hát akkor így lesz jó, így lesz rendben. Hát így, hoppá, ott van... Ott volt fönt valami, hát az nem biztos, hogy fontos. Na itt mert itt... Ja, itt le-vissza leeshetek, ahol ott úgy voltam. Rendben, itt nekem a szélére kellene kicsit megragaszkodni, és akkor úgy tovább. Oda felülre, hát nem tudom, az a tüzes ott mi, de oda nem hiszem, hogy tovább tudok menni. Itt van valami bolyhoska, robbanóka, akkor jó kis tüzes pocak, annyi neki, szevasz. Nézhetjük a... Ha? A zene? Jaj, a pókos. Oda tovább felé. Belementem egy cseppet, de nem baj, legyőztük. Hát akkor átugorjam. Jó. Így is meg lehet oldani, szerintem. Jó. Ez pedig már ismerős terület. Hol van nekem a gyors utazás? Az ide lent úgy veszem észre, egy mentést itt elnyomok. Aztán nézzük a gyors utazást, hogy akkor azt kihasználnám. És akkor menjünk szépen a kezdetekre. Utazás, mármint ahol a játék kezdődött, az elöntött tisztás, és azon belül, jaja, egyből oda visz. Itt vagyunk az elöntött tisztásnál, azt hiszem itt kezdtük az egész játékot, 71%-os, itt talán ide lent esetleg, vagy ott, vagy ott négyes ajtók, itt lefe, itt már mondjuk jártam, akkor várja, annyira messzire ne menjek ki. Pú, na hát a kezdő területen belül oké, de ez is itt még hatalmas, szóval. Hát az elsőt itt megnézem, ha nem itt van, akkor így jártam. Hát akkor jobban szét kell néznem, és több felfedezést kell nekem tenni, hogy akkor biztos... Ja, most már tudok úszni. Most már tudok úszni. Jaja. Akkor használjuk. De ott még letörni nem tudok. Hát az még szükséges lenne, hogy itt mondjuk letörjek valahogy, és akkor utána ez még nem használható akkor. Ezek szerint még ez nem. Viszont akkor talán itt felettünk az a rész, oda be a sarokba. Na várjátok, akkor én most szétnézek, járkálok, és akkor amint megtaláltam, akkor majd jelzem, hogy oké. Szelek völgye. Nem erre kell. Jajaj. A szelek völgye, az már megy a történet tovább. Akkor ide még nem megyek be, mert még a dest meg akarom szerezni. Hát itt kellett volna, figyeld. Ide érkezek a lélek kapuval, aztán hip-hop bigyó, itt oldal. Itt van egy út. Ori, ez a szobor ismerősnek tűnik. Valahol láttam már korábban. Na nézzük meg, hogy ez itt kicsoda. Ez itt micsoda. Vissza emlékezéssel kezdünk. Otthonra lelt. Nézd csak ki most a főnök, ki az apuka. Na, hogy ki a nagyobbik. Hoppa. Azért kiderülnek itt még dolgok. Na jól van. Gyermekével, aki befogadta fényünket. Jól van. Orinak a sztoria akkor bővült. Egy cseppet. Emlékszem rájuk oly sok évvel ezelőtt, mikor a lélekfa még csak egy csemete volt. A fiatal Naru folyton rólunk gondoskodott, amikor csak tehette. A fiatal Naru, hát igen. Na és akkor ide érkezünk be. Ide fedezzük fel a fekete gyökeres üreget. Jó, de ez nagyon sötét. Hova? Merre? Fent van egy valami XP, de... Hello! Álljon meg a... De hova kapaszkod... De Michi, hogy merre? Adj már még egy lövést, hogy oda felülre kerüljek legalább. Gyújj, te! Ez hogy éltem túl? Mi volt ez? Hát ezt nem így szerettem volna itt. Mi van most? Mi van itt akkor? Itt a kaput, na várjál, egy mentést, nem biztonságos terület. Hát hol van a biztonságos terület akkor? Hogyan lehet most bármit is tenni? Azzal a bogyóval, na várjál, akkor ugrok. Azt kellett volna elkapni még. Akkor csak,
óvatosan itt, ez még... De semmit nem látni, csak... Ez sem jó, hát tiszta, sötét az egész, hát... és akkor ezekkel a kapukkal mit lehet tenni, mert itt a szimbólumok vannak, ebbe az irányba átugrok, de akkor megint leesek, mi abba a szörnyű semmiségbe. Ott azt el kell kapni, vagy nem tudom ilyenkor milyen teendőd lehet. Ezen a másik oldalon van nekem lehetőségem. Ez is egy zárt kapu, feltöltött támadás, az sem tesz semmit. Hát akkor ez is zsákutca nekem. Jó, akkor itt lefelé, inkább ahol látom, itt balszélre még nem nézelődtem, nem néztem. Várjál, az is ott úgy, itt leereszkedni nem tudok, a falon, hoppó, de ott szurós még, de ezek, várjál, ezeket végre lehet aktiválni, vagy hogy rá lehet állni, mert itt azok a színes, vagy egy kéken, három szimbólummal azok nem nyithatóak. Tehát itt is fal van, gondolom, aha, itt is egy kapu, de akkor itt, hát ez így elég nehéz, hogy mit is mondjak, de legalább ezek valódiak, ezeket ki lehet használni, úgyhogy csak jó irányba, ha, várjál, az ott mi az a szépség itt, ez a kicsi, ez a lélekfa fénye, ajándék volt kedvességünk jelképeként. Ez Naru ajándéka volt, aki az oldalunkon állt, felveszem. Jaj, ez a fény! Hó! És eltünteti az... Ja, akkor... Fú, ezt kell végig cipelni! Nem mondod, ezt kell nekem végig cipelni, és akkor platformozgatni ezeken, amit csak ezzel lehet észrevenni. Csí! Na jó! Akkor nézzünk szét és használjuk ezt, hogy merre lehet menni, ahol ilyen lila... Aj, nem már. Lövöldözget, hopp, le is lök, jó, kezdjük megint. Hát akkor támadni kell és figyelni, mert végig küldözgeti az a poke azokat a támadásokat. Hát nem tudom, hogy egyébként lehetne, hogy arról a támadásról ellököm magam, tehát azt a háromszöges vagy y-os képességet használhatnám-e. De én azt mondom, hogy hát, hogy duplán nem tudok ugorni, tehát duplán sem tudok ugorni, nem gondolom, hogy akkor így mást is tehetnék. Várjál, itt ki tudunk menni, meg itt egy kis élet. Várjál, hát odafentebb, nem tudom, várjál. Hopp, ez egy aktiválós, na várjál, akkor így mentsük el a játékot. Azt mondja, kettő képesség pont, 50%-a több energiát, hát ezen a lilán megyek végig, azt szeretném. Ja, itt vagyunk ennél, tudom most már hol vagyunk, sőt, most már megvan, hogy akkor ezzel a fénnyel, akkor így életet adok ezeknek a növényeknek, és akkor így nyugodtabban mehetek, vagy hát így viszonylagos nyugodtságot mondhatok, és akkor kinyílott a kapu is, itt pedig akkor, nagyba megy itt a játék, akkor pattogjunk, na várja, itt már nem tudtam tovább pattogni. De itt... nem igaz, hogy teljesen! Jó. Fentebb jutottam. Itt kijövök. Na de... itt van a platform. Oké. Még egy. Ott lesz majd egy kis állat. Jó, annak annyi. Ez hova visz? Ebbe az irányba. Na itt egy mentést kérek. Ott van fent egy... azt leszettük. Ezt a... Jaj, ott lesz egy platform. Itt szép lassan... Ja, akkor lehet fel kell vinni a szoborhoz. Mert hát... Ide lekerült akkor ez a fény, és akkor itt a sötétségbe, várjál, akkor, de jól céloz, várjál, itt egy kinyit, ja, vagy lehet oda kell bevinni, az is jó nekem, hogyha oda beviszem, és akkor így neki, ja, itt a szobor, nem neki kell hozni, na szevasz, nem, és ha tovább jövök, itt egy oda, de itt van az a fa. Valahogy akkor ezt az egész fát is így fel kell éleszteni, elég, kiszáradt, én azt mondom, szóval ezen még javítsunk. Ott van még a nagy zöld, na várja, milyen közel visz, szélére, ott megállítja valameddig,
De nekem akkor... Wow, várjál, még egy kör. Tehát ha én közelébe vagyok, ott megáll, ott is megáll, én erre ugrok, meg erre. De az nem jó, mert akkor nem látszik, hogy ott le van zárva. Itt kellene nekem ezzel... Sőte! Arra rá... Arra kell szerintem... Nem arra... Nem lehet úgy ráugrani és fel a falra? Vagy az nem lehet, hogy... Mert itt látok egy kapcsolót, éppen kitakarja a kamerám, hogy nem lehet, hogy ide leteszem. Várjál, hogy ide leteszem. És akkor valahogy ott... Valahogy ott... Jó, de most már ott hagytam és lejöttem! Akkor most már... Ja, vissza! Vissza lejönni, Jézusom! Hogyha ezt erre... valahogy ott az lesz, hogy leteszem valahova, és akkor úgy, valahogy úgy lesz szerintem. És akkor arra a kis, erre fel lehet kapaszkodni, innen fel ide. Ezt akkor átállítom. Akkor kiemelkedik a szobor. Ez az! Itt lesz valami. Nekem meg visszajött az a kis... Hol van? Ajaj. A kis fény. Várjál, ide kell nekem, nem? Add ide. Ide rátesszük. Odaadjuk neked. Azaz. Tedd fel. Hopp! Na. Így bizony, így. Gyerünk. Na. Hú, na itt lesz valami. Így bizony. Teljes fény áradat. Ori, nézd, annak ellenére, hogy a fényünk elhalványodott ebben a ködben, mégis kiemelkedik abból a sötétségből, ami ezt a helyet az uralja. Lélekapocs elérhető, és akkor itt már ez a fa is rendben van, hadd nézzem csak, mi a helyzet. Eki Narut kereste, ő azonban már elment, mire megérkezett. Sebes volt, mint a szél, és sietve rohant, azonban körülzárta a sötétségét, és útját vesztette. Fény elnyelése. Újabb képesség. Na gyerünk, ez mi lesz? A lendület. Használjuk az R1-et, vagy az RB-t. Lendülj, amerre nézel. Jobbra nézek, püf. Balra nézek, püf. Jobbra nézek, fölfele. Fölfele nem lett. Ugrás közben, nem. De a földön ott... Na, ilyet csinálni! Tehát akkor itt kell nekünk a lendületet kihasználni, azt mondja, gyorsan. Így bizony kőatlasz töredék. Ja. Aztán akkor visszafelé szint. Speedrunok! Hű, a speedrunok! Na, oda lent mi a helyzet? Ott érdemes lemenni oda? Vagy itt mi a helyzet? Várjál csak szép óvatosan, nézzünk szét. Azt mondja... Hoppá, várjál, ott lett volna egy kapcsoló, most vettem észre. Ezt megforgatjuk, ott lent kinyílik. Az időre... időre megy, akkor nyomjuk gyorsan. A dash lendület. Hopp. Na mi újság veled? Hopp. Jól van. Ez is rendben, az is. Szuper, most már akkor... Ne! Nem erről volt szó! Mert itt ha fennmaradok, itt túlélem, nem? Jól van! Ezt már Na várjál. Végig csapdák. Jó, ez itt Radio Run Achievement feloldva. Jó, de oda be kellett volna jutni előtte, mert ott van egy XP-ke. És emiatt nem fogom tudni 100%-ig teljesíteni a játékot, mert én itt egy ilyen kis trükköt használtam. Nekem ezt nem ered mondani, mert akkor nem leszünk jóba. Akkor nagyon nem leszünk jóba, hogyha ez tényleg így lesz, hogy az is bele tartozik. Ezt itt szét lehet Ne csináld velem játék, hogy ott akkor én beragasztottam valahogy azt a kis XP csomagot. Fú, hogyha az tényleg megakadályoz, nem tudom. Akkor nem örülök annak, jó? Mert az életcellák szerintem az oké. Okay. Na várjál. Itt van nekünk akkor egy... Ez a gyors utazási pont, nem? Vagy hát... Ez most hova teszi? Ja, hogy ott van még egy lefele? Ja. Érdemes lenne visszatérnünk ide kézi számos felvered lehet megtalálva, amikor egykor otthonunk volt. Oda szerintem még le tudok törni. Tehát az a képességem már megvan, hogy úgy letörjek. Hát megnézhetjük. Ide a töredék, a kőatlasz töredék, ez is már megvan. Igazából. Puff! Szevasz!
Na mi van? Akkor itt is egy csomó dolog. Mi lesz itt még? Itt egy nagy XP csomag. Ide kijövök a... Ki tudja mi a helyzetbe. Hadd nézem. Ja, de várj, várj, várj. Ez ismerős. Hát ez már egy feloldott... Ez már egy feloldott dolog. Hello. Ez egy feloldott dolog. Itt már jártam. Ezt már csinál. Ez igen. Ezt tudom. Itt volt a dupla ugrás valamikor. Itt oldottam fel. Mondtam is, hogy... Hát akkor ez így megvan. Most már mehetünk a szél erőműbe, vagy hát hogy is, erre, ebbe az ilyen szélvölgye, és akkor utána ott tovább abba az irányba, hú, hát ez kemény volt, na de hát a szélvölgye az nem várhat, megyünk akkor abba az irányba egy gyors utazással, tehát akkor itt vagyok, és akkor innen balra indulok el, és itt van egy faág, amire fel lehet ugorni, itt kiütöttem egy falat, és akkor jutottam el a szelek rengetegébe, vagy mi volt annak a neve, és akkor így kezdek el a képességcella, megint megvan kettő pont, ott meg egy sas, vagy mi az? Ho, nyugalom, egy bagoly, vagy mi támadott itt rám? Hello, még a béka is támad. Jó, hát akkor jó, sikerült legyőznie őket, hát nézem, térképen elindultunk. Jó, ott is támadásba lendül, hát jó sok életpontja van, vagy csak nem fejlesztettem már a támadást, tehát azt lehet érdemes lenne ezt letörni, nem lehet, ott megint jön a kis bagoly, na várjál, akkor hátrébb és akkor támadás, aztán megint, jó, hát le lehet győzni, csak kicsit óvatosan kell vele bánni, na és akkor itt, na jó, itt egy mentés, akkor a képességet elköltjük, azt mondja, hogy a lila színnél képességjelölés láthatóvá teszi képességcellákat is a térképen, jó, hát ezeket fogja majd akkor így fejleszgetni nekünk a játék, ott van a pocakos, jó, oda fent, azt mondja, lehet oda fel kell ugorni, mert ott van egy olyan szeg, amit úgy le lehet szerintem ütni. Egy, kettő és három, ezzel mi változott ott meg? Kinyílott egy ajtó, az pont jó lesz nekünk a tovább haladáshoz, mert hát így a térkép szerint teljesen így ebbe az irányba kellene menni. Megtalálni a gumon záradékot, a köd járta rengetegben, úgyhogy abba az irányba megyek. Aztán majd mielőtt a lávás területre eljutok, azt hiszem az volt a tanácsba írva, ott előtte mindent megszerzek, és akkor úgy fogom teljesíteni végleg a játékot, vagy itt le tudok jutni a víz alá, mert itt egy ilyen XP, jó, akkor megfordulok, sebzek oda, aztán ott is egy ellenfél, rendben, neki is annyi, jó, na itt pedig akkora, már elhangzik a halat, itt pedig kezdődhet akkor a kis trükközés, azt mondja egy ugrás, még egy, abba az irányba, tovább, oda, aztán föl, megint, hát itt ebbe az irányba látom ezt a, hopp, jó, remélem ott bal szélen nem volt olyan értékes, lehet gyűjteni való, vagyis jobb szélen ott a másik oldalt szerintem lehet valami gyűjteni való volt. Köd járta rengeteg, már is itt lesz, jó. Hú, kijövünk egy tisztás, vagy nem? Vagy ismerem ezt a helyet, a levegő érintését, az út nyugatra, a köd járta rengeteg nyomához vezet. Rendben, akkor nézzük. És akkor oké, és egy kis üdvözlés még itt volt. Kuro felettünk ólálkodik, megakadályozva tovább haladásunkat. Nem mehetünk tovább, nehogy magunkra szabadítsuk haragját. Na már akkor itt nem mehetek innen tovább. Hát akkor mégiscsak vissza kell jutni, mert egy mentést teszek. Nézzük már meg akkor mi van, ha erre eljövök. Akkor... Ja, hát akkor... Ne. Akkor ez lesz, jó, akkor nem mehetünk tovább. Mégiscsak akkor ebbe a jobb oldali irányba kell lesz itt haladni. Így mondjuk. Jó. Hát mert talán itt látod, itt így, ahogy úgy fölfele, hát ha úgy meg lehet kerülni, ott úgy felül valahogy kijutni. Megpróbáljuk, megnézzük itt mi a helyzet, ez hogyan segíthet. És akkor... Milyen tennivalók lesznek még itt? Ó, közben! Miközben a falon vagyok? Közben... hát ez így! Vagy várja, erre nem lehet fel... Várja, erre fel... Jutó... Ide? Ó! Oké! Akkor itt egy...
itt egy mentést. Legalább így fel tudtam fedezni akkor ezt a... jó, hát de szerintem így tovább attól, figyelj, innen így dupla ugrás. Na jó, akkor legyőztük azt, ott jön még egy, át kellene ugorni a másik oldalra, vagy pedig... Hát, vagy pedig túl kellene élni valahogy egy életponttal, ezt is szét lehet robbantani. Hát úgy nem, akkor oda valami kellene még meg egy életpont, akkor egy mentést itt elindítok. Várjál, kitől lehetne szerezni még ott, hoppá, itt így fölfelé lehet még haladni, nézzünk föl abba az irányba, odáig, nem hiszem, hogy el tudok jutni, de talán ide a pókhoz. Így már ezzel a pókkal itt elég kemény dolgunk van, de azt hiszem gyorsan ki tudjuk használni azt a támadást, csak nem jutok el a következő kis virágig, hogy tovább menjek, várjál, ez oda, aztán az oda, itt egy dupla ugrás kellene, és így jutok el, jó, innen föntebb, aztán oda fel az XP-re, de az túlküld, jó, ez most szórakozik velem a túlküldése, na várjál, oda, innen megint tovább, aztán dupla ugrás ide, akkor nem megyek az XP-ért, mert szerint, de várjál, valahova mégiscsak kell menni. Itt van akkor egy kis... Kicsit nem lehetne küldeni onnan? Vagy fel akkor a pókról idáig. Itt egy mentés. A póktól kell kérni egy felpattogási lehetőséget. Megint a pók ott van. Akkor föl ebbe az irányba, mert itt láttam akkor a kis életpontot. Ezt úgy küldjük vissza, felé küldöm vissza, így hátrafelé. Azaz. Úgy lesz a jó, visszaküldöm ellene. Azzal is egy kis életpont, még egy mentés, hogy ez itt meglegyen. Jó, akkor sikerült valahogy feljutni. De akkor itt nál nem vesz észre minket a bagoly, vagy... De, vagy mit? Azokon keresztül kell felpattogózni? Kurvodik, mert ködélete rengeteg, megközelíthetetlen? Oda nézz, elvonhatjuk, figyelj, lelökjük azt a sziklát. Sziklát kell lelökni, innen egy mentés, és akkor, ja hát fentebb nem, hanem keresztül. Na várj, akkor keresztül induljunk neki. Oda, ellenfelekre. A szembú, ez így nem jó, várjál, de miközben ők ugrál, nem mondod, várjál, ezt lökjük. Mit tettünk vele? Jó, megzavartuk, elküldtük, mi pedig odalent egy tollal gazdagodtunk. Jó, most már mehetünk tovább, ez egy jó kis... Hoppá, megszerezted a tollát, ha nyomj ágombot, majd pedig a heti kurutánosan. Szabadon szállhat a szél irányja? Nem mondod, ha négy! Az igen! Figyeld! Ez ilyen jó már! Ködjelt rengeteg homája, mindenki elméjét összezavarta? Ajaj. Akik beléptek, sohasem találtak ki. Na hát akkor úgy lépjünk be ide. Hát akkor csak óvatosan, majd el ott szedek néhány kristályt. Ködjáta, rengeteg, figyeld, hogy néz ki a játék! Nagyon jó, hopp a béka! Elég gyakorta küldi a zöld trutymaukat, úgyhogy arra figyelni kell. Jó, de már nem sokára itt vagyunk. Megérkezünk, aha, téged ismerlek. Még egy, rendben, legyőzve. Hopp. Várjál már. Jó. Ide le tudok ereszkedni. Ja nem, itt le tudok így jönni. Egy képességpont újra. Jó, hát úgyis Wow. Szein meghallgatása. Az árnyas lámpás. Ez a titokzatos homály valószínűleg elfújta a szárát. Ha megleljük a módját, hogy meggyújtsuk, ismét ráhelhetünk utunkra. Ezt kell meggyújtani. Gondolom nem a tolla. Valahogy akkor meg kell gyújtani, akkor tüzet kell, fákja,
Vagy ilyen köpőkét? Hát ez jó kérdés, hogy miképpen, de ott van egy kis tűz, ide fentebb jövök, várjál, hopp, kapaszkodjon, na várjál, éppen itt egyensúlyozzunk, oda, jó, akkor itt, hát azon keresztül hogy? Gyorsan végig, meg itt föl, eddig tart, azt szét lehet valójában ütni, ha nézem, hogy oda küldöm, nem? Azt hittem, erre ott küldi valaki a támadást. Jól el van rejtőzködve egyébként a kis ellenfél. Béka. Ha-ha, már elugrott. Megijedt tőlünk. Na várjál itt, térkép sincs. Na várjál csak még egyszer föl. Erre. Ott egy köpő. De az merre fog, várjál. Itt lent egy mentést nyomok, mert szerintem itt még nem biztos, hogy egyből rájövök, hogy mi a teendő. És most... Ja, használjam. De ezek a... És innen... Addig itt kell így maradni. A levegőbe tudok egy kicsit így ereszkedni. És akkor köpést küldi a következő köpést. Éppen elértem idáig az utolsó életpont. Júj! Egy életpont. Innen... Jó. Át tudtam lendülni. És most meddig lendüljek? Na, ott a béka is. Ott van az a köpő. Várjál, ez így nem jó. Gyere béka közeled, mert... Wow, de gyorsan lő! Nem mutatja egyszerűen, hogy merre kellene menni. Itt összetörni nem lehet. Na itt van egy... De ezt se tudom, ezt a kis sziklát, ezt a kis kőérmét hova tegyem. De általában több kell, legalább kettő. Legalább kettő. Várjál, ez így volt? Ez nem így. Wow! Mi van itt? Mi van itt? Hello! Mi történt? Valami nem stimmelt ott. Elérek itt ide, aztán itt meg ereszkedek itt lefe... Hát más nem... A tűz! Jó. Tűz az jó. Az kell nekünk valójában. Hoppa. Ja, ezek kicsik. Itt van a második. De nem úgy! Ó, már megint... Mi? A zavaros költő meg annyian elvesztek a rengetegbe? Hát... Akkor ezért nincs térkép. Ez teljesen zavaros, össze-vissza van ez az egész. Na nem baj, hát... Előbb-utóbb csak kijutok valamelyre, hát... Hát tényleg a térkép az nagy semmi. Semmit se. Az kell nekünk? A fákja! Ezen a helyen vesz egy nyoma, ha el tudjuk vinni az árnyas lámpás, az felfedheti előttünk az utat. Ja, akkor ide kell nekünk lejutni. Valahogy, akkor egy mentést tegyünk ide, itt. Hát ez nem. Pedig itt kell valahogy összetörni ezt itt. Vagy itt van egy. Nem. Menjünk vissza. Megint valami megváltozik, mert így szokott lenni, hogy oda-vissza járkálok, és megint megváltozott valami. Hát ez tényleg olyan fura. Merek, köpsz erre egyet? Hát, pedig ott volt egy XP bal felső sarokba. Jó. Sikerült a leereszkedés, habár lehet, hogy túl sokat jöttem le, de... Meg kell nézni. Be az irányba zárt. Ha itt megint akkor felmászunk valamelyre.
Leszedem akkor azt a békát, lifesaver achievement feloldva. Jó, hát köszi. Itt szerintem egy vissza, tehát hogy itt fölmegyünk, aztán úgy vissza, és itt fogunk lejönni szerintem, mert itt van egy ilyen leérkezős dolog. Ez az én ötlete. De majd meglátjuk ott valami. Nézzem ez. Mi van ott? Ja. Oké. Jó sok ilyen kis lila. Lila szörnyike van itt amúgy. Mert már rászoktam, hogy gyakrabban mentek, és akkor biztos emiatt adta azt az achievementet. Itt egyet le. Jó. Oh, ho, ho. Oké, és nagyjából jó volt. Akkor itt ereszkedünk. Azt mondom, inkább lassabban. Nem engedem még le. Hát, itt csak így ide le. Ho, egy képesség. Tatsu megmászta a Kín Keserv Hágó hegyeinek csúcsát, mikor testvérének fáklyája kialudt. Homályba zuhant, ahol ösvényét vesztette. Na lássuk. Fény elnyelése. Na milyen képességet kapunk? Mászás. Tartsam lenyomva, amikor felület állsz, feljuss a felületén. Pú. Hogy nézzük? És ott tudok maradni? De jó ég. Az igen. Na jó, hát akkor ez így rendben van szerintem. Ó. Oh. Ja, azon tudok majd. Hey, hey, de... Ez nem... Mikor nyílik meg az a gombafal? Tartsd lenyomva, amikor fal felett. Na, jó. Köszönöm szépen, hogy végre csak... Mondtam, hogy itt jövünk vissza, hát ezt le lehetett érezni, hogy itt mi fog történni. Gyorsan. Menjünk csak... Ó, rám... Fú, rám nehézkedett szépen. Ez volt a cél, igaz? Erre ott a békuci. Wow! De minek gurul? Na menjünk csak itt a... De eltűnik. Hát de ez most komoly, hogy eltűnik az a... Amikor nem kellene. Akkor meg megjelenik. Most azt tettem ide egy mentést, és akkor így... Áj. Pont akkor tűnik el, amikor én ugran. Vagy... Hogy van ez? Hát... De mi van, hogy... Össze... Amikor... Szokatlan. Olyan... Kiszámítatlannak érzem, de biztos van rá valami... Mód, de... Amikor ugrok? Amikor ugrok, jó. Jó, akkor most már megvan. Tehát amikor ugrok, akkor vált. Jó, hát ezt nem figyeltem. Tehát amikor megnyomom az ugrás gombját. Tehát ez így van beidézítve. Amikor az ugrás gombot megnyomom. Egyébként meg... Ez meg nem csinálja. Jó, ez meg nem. Hát ha nem, akkor... Akkor ráfigyelni. És itt? Ja, ebbe az irány. Pont akkor nyílnak meg. Mindig a következőre. Jó. Köszi a segítséget. Na, nem merek végig szaladni. És itt van még egy, ez a harmadik. Na várjál, innen. Hogyan is? Egy mentés. Ha? Mi volt? Jöjjek vissza. Micsoda? Vissza. Vagy még egyszer? Na, hát itt már... Hova kellene az a harmadik kőkapu? Azt még nem láttuk. Akkor menjünk visszafelé, azt mondom, mert az szokott lenni a változás, hogyha vissza... Visszafelé megyek, és... És ja. Hoppá. Ja. Megint az ugrással jönnek elő a dolgok. Jó. Oda fel.
De várjál, itt hogyha ugrok, akkor eltűnik ez, és akkor jön a támadás, tehát duplán kell ugorni, és akkor úgy átlendülni. Hopp, hopp, pedig ott kétszer ugrottam. Szerintem, hogyha dupla ugrás van, akkor nem történik ott semmi változás. Tehát akkor ezt úgy kellene, hogy ugrok, aztán átlendül, vagy vagy hopp, és hopp, már az úgy nem. Olyat lehet, hogy mondjuk így le, aha, ugrás nélkül, oké, nincs itt valami, itt szerintem csak a falon, jó, ez itt, várjál, mentés, jó, hopsz, de mi van? Szép, lass, ó, vagy gyorsabb, de, hogy nem úgy megy az idejébe, ahogy kellene, nem úgy akarja az igazságot, időben sehol semmi. Akkor jövünk ide, ugrik, szevasz, mehet dolgára, erről én átlendülök, szerintem egész jó, úgy legyőzve, itt pedig az ereszkedés, szépen lassan, ott pedig, wow, okés, ott van még egy, gyere, használjuk a támadását, itt, hát, föl abba az irányba. Jó, lentebb ereszkedek. Ez itt. Jó irány. Ja, egy XP ér. Oké. Gyűjteni való ebbe azért. Mi? Pedig én nyomtam. Ha elhiszitek, ha nem. Lehet még nem töltött vissza. Az a kis virág. Ez a fákja tüzelít, vagy? Na. Itt egy kis életpont. Oda fent van nekünk. Ó. Oh. Hát de nem erről volt szó, fölfelé innen, az lesz, lehet, hogy az lesz, de az meg kell nézni jobban, azt mondja. Hát igazából csak az ellenfélhez tudok ide feljutni, akkor az nem tudom mennyire jó. Lehet, hogy az kb. Felesleges, na, akkor jussunk le ide, erről oda, aztán itt, hopp, vagy de egy ellenfél pont akkor jön elő. Innen át, köpjél egyet, fentebb jutok, ez itt nem rossz, hopp, ez így nem biztonságos, de nyugi már, hát leküld! Itt van akkor a negyedik, már van már négy ilyen kapocs, akkor most már, hoha, valami nagyon változik itt, de még nem tudom, hogy ez itt biztonságos, még nem biztonságos itt. Itt még nem biztonságos. Ez itt még nem jó. Valaki segítsen valamivel. De ez nem igaz. Akkor megyek így visszafelé. Hát, ha akkor ebbe az irányba. De ez itt zárva van. Hát akkor most már megint itt vagyok, ahol a part szakad. Megint itt ennél a helyzetnél. Ide, ha föl... Jaja, itt ez megnyílt. Jó, akkor megvan most már, hogy merre történt változás. Jó, az ott egy ellenfél odafent még. Csak ki kell kerülni azokat a hármas támadásokat, amiket szoktak végezni, vagy hát nem tudom, hanyas, de hogy általában három irányba küldik. Jó, azok kikerülve, még mászhatunk megint fentebb, azt mondja, azt ott le kellene szedni. Nagyon lehet ütni, lehet egy feltöltött kell neki, mindjárt megnézzük. Egy ilyen, nem tett vele semmit. Akkor arról lehet, nem, akkor így kerülve, hát azt most nem tudom, hogy úgy kérte a játék, vagy mi van, de emlékezzünk arra, hogy tudunk mászni, arra jó emlékezni most már, hát akkor tényleg most már bármilyen felületről van szó, csak felmászok rajta és kész, hát na most már megvan, nem kell így falon ugrándozni, hanem így. Fel tudok mászni, csak ezt észbe kell tartani. Tehát így szokott lenni az új képességekkel, hogy nem tartom észbe, hogy miket tudok. Például ezt a dash-t is már mióta nem használtam. Na menjünk itt. Az nem, a zsák utca. Hát akkor ezzel kell lesz szerintem. Gyere köpje még egyet, csak ezek a köpések
gyakorisága nem a legjobb amúgy, mármint hogy nem mindig abba az idei pontba köp, amikor kellene szerintem legalábbis. Itt kisebb, nagyobb béka. Egyik köp, a másik ugrik. Jó. Megint egy ilyen. Ja nem, ez. Na, ezzel kell lesz most. Így lendülés. Aha. Jó. Hát az szépen leszette. Oda. Wow. Azt hittem valamilyen pajzsos lovag. Közben csak egy ilyen érdekes platformnak. Akkor kapaszkodjunk rá. Aztán... Hát, azt csúnyán elrontottam, és nem is mentettem. Na, egy mentés. Akkor ott valahogy... Úgy kellene, hogy amikor elmegy teljesen balszélre, akkor felugrok arra, és megkapaszkodik. Csak hát ez az, ami nem történt meg. Na, még egyszer meg. Hát, az csak úgy lehet szerintem. Arra gondol a játék, de... Fúha! Ide is egy mentés. És akkor nem szaladni tovább egyből, hanem türelmesen kivárni. Hát ez nem... Okay. Ezt szerintem lehet, hogy ez ennyi volt igazából, mert itt... Ho-ho. Nagy figura. Ja igen, ezekből jönnek a kicsik, a sok kicsi. Puff. Na jó, de legalább feltöltött. Ho. Itt, hogy... Na. Hát kicsit sebzett, de legalább fel is robbant. Ez így rendben itt. Nézzük, hopp, hopp. Gondoltam, hogy ez lesz. Nézzük, te köpésed is rendben. Hopp. Jó. Bejutottunk, haladt. Wow. Zárt. Akkor itt az ezeket le kell győzni. Ketten. Szerintem ilyet már győztem le, csak akkor egyedül volt. Úgy rémlik. Úgy oda lefelé, ott eltalálta. Ja, úgy tűnik. Vissza lehetett úgy lökni rá azt a támadást. És ide kellett a négy kő. És megvan, ott van mögötte az a fákja. Na gyerünk! És ezzel megyünk. Ilyen, ezért menjek vissza! Hát ez... Sok minden lesz, de nem könnyű. Úgy gondolom. Na jó. Itt vannak a lövöldözése. Gyorsan. Hopp! Oké, ez így szerintem rendben. Ott egy kis ellenfél. Jól céloz. Oké. Szerintem így rendben. Mintha az elején járnánk. Nem? Még volt az elején is. Nagyjából ilyesmire emlékszem. És szerintem ne, én csak még eljutok oda, ahova kell ez a tűz. Tehát majd kiderül, mert... Ja, itt is van. Többet kellett hordani azt a másik... Vagy-e? Na, hol kell ezt? Na, jó. Csak befogadta, hát ezt nem értettem, hogy... Kicsit így erről az irányból kellett jönni. Jó, obtaining clarity achievement feloldva. Jó. Hoppa tűz. Vagy mi újság? Adj csak ide! Az árnyas lámpás meggyújtásával felszállt a homály Ori, az elhagyatott romokhoz szükséges kulcs, a gumon záradék. Felfedte magát. Jó, akkor megvan ez a záradék. Ennek a kulcsnak a segítségével beléphetek az elhagyatott romokba.
az elhagyatott, a szelek eleme az elhagyatott romok mélyében található, ettől a helytől délre, nincs olyan messze innen, majd én mutatom neked az utat. Jó, akkor a szelek elemeihez még attól még mennünk kell, ott van délre, ez a cél. Menjünk, akkor oda, lépj be és állíts helyre az elhagyatott romokat. Jó, hát akkor megyünk oda. Akkor, hova, mi újság van, köszi szépen, hogy akkor ezt így megengedted nekem, jó. Hát szerintem itt akkor, itt kell valahogy leereszkedni és akkor lejutni az elhagyatott romokba, de még azért nem vagyok 100%-ig biztos benne, de azért úgy olyan 82,6 úgy körülbelül így vagyok azzal, hogy jó irányba jövök, de majd kiderül, hogyha tovább haladok. Hoppa, az a tüzes, wow, de messzire tud leülni. Jó, aztán akkor, várj, így most visszajöttünk, tehát igazán, aha, most lentebb ment az a százalék, ott abba az irányba, ott kell elindulni, szerintem, de majd kiderítjük, várjál csak, vagy oda felülre, esetleg, nem, itt lefelé, ho, de szurókás, várjál, lassan érkezzünk le, egy mentés ide, ott van egy töredék, na várjál, ezzel ezt, hát azt úgy szétszedni nem tudtam, de majd ő, oké, majd ő szétszedi, még egy ilyen kőatlasz töredék, ezt majd használhatjuk, gyere akkor arra, úgyis jó, jaj, ott van egy, gyere csak, mert ott is, lent is van egy olyan ajtó, amit vele kellene kinyitni, de most pont nem, na jó, most érkezett egy. Jó, gyere le ide, aztán meg erre. Jó, kinyitotta. Itt pedig valami gyűjteni valahogy észlelek, ott az valami tüzes virág, vagy... Hát, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy indulok lefelé az elhagyatott. Odáig is el kell juttatni egy olyan figurát. Ez nem lesz egyszerű. De ide viszont mindenképp le kell jönni, mert ez ismeretlen. Teljes mértékben ismeretlen. Hú, az a pauk. Jó, de a saját lövésével. Egy találattal leszettük. Jó lesz ott, vagy beragad. Várjál, ott robban. Jó, akkor így. Ó, már kék színű lövős. Oké. Nézzem csak lefelé, hogy haladhatunk itt, de sokan lesznek itt ellenségek közelében, nem is tudok lélekkapcsot létrehozni, de nem is jó, mert nincsen életpontom. És egyre hűvösebb van, pedig lefelé megyünk. Figyeld, jaj, a jég, meg a csúszkálás. Ez a hely. Ne csak hopp. Gyere ebbe az irányba. Jó, 15 sebzés, 15 és egy utolsó. Így rendbe. Ott fent láttam azt a kapcsolót ott fent, de oda még feljutni nem tudom, hogy lehetne. Na, jön még egy... Vagy ezzel, hogy... Ezzel úgy feltrükközni a... Hát... Jó! Meg is van. És úgy tűnik ez volt a főút, tehát ez nem egy ilyen kis mellék gyűjteni való dolog. Azért jött egyből még egy béka szerintem. És akkor azt használjuk ki. Ó, nem szedte le teljesen az életpontját, de nem... Hé, az a béka! Meg ott van a zöld. Ott van egy nagy XP. 2 képességpont. Akkor a fejlesztés. Megint már csak 2 kell. Tehát itt van
Ez a kettő képesség pontos, illetve van még az utolsó három, tehát összesen öt képességpont kell, és akkor kész a lila. Jó, mindjárt eljutok oda. Akkor... hát ez... innen kilövöm magam ebbe az irányba. Hopp. Jó. Egykoron buja volt és zöld, mostan jég borítja. Hú, ezt is vissza fogjuk állítani. Akik nem tudtak elmenekülni, az életükkel fizettek. A záradék visszahelyezése. A cél ereje. Úgy mint a víz ereje, vagy melyik is volt az előző. Elhagyatott romok. A hely, ahol a gumonfészkkel elképesztő építményeket húztak fel, és töltötték be a lélek fényével, ami biztonságban tartotta őket. Jaj, ne! Ezek a gumonok megfagytak, nem tudtak elmenekülni, mikor a szelek elemének fénye kialudt, ezek a romok a sírba taszították őket. Akkor egy mentés és egy indulás. Mi van? Az tüzes. Tehát akkor arra nem lehet rálépni. Furfangos feltalálók voltak, olyan fényes jövőjét dolgoztak, amely sosem érkezett el, csak nézd meg ezt a fény közvetítőt, tárolni tudták benne a lélekfa fényét. Oké. Okay. Most ezt fel tudjuk venni. És ez olyan lesz, mint az a szed fel a fény, hogy aktivált, és hogy sérülés nélkül... ja, így tudok átmenni sérülés nélkül az építmény... Wow! Itt át kell Wow! De furcsa, ez így a... ez a... így... ott megyek, ahol akarok, csak így fejjel lefe... Várjál, őt az... azt győzzük le, de itt... vissza le lehet úgy ugorni, hogy... mármint... most ne itt menjek, mert így most invertálta az irányítás. Várj, ezt a lejtem. Gyere csak ide jössz hozzá. Jó. Oké. Okay. És akkor... itt, hát itt túl... tehát csak egyet tudok éppen ugorni, attól függetlenül. Az ott összenyom. Akkor... most indulok. Tovább. Megint. Jó, ott az ellenfél. De legalább nem olyan jól céloz. Új, de furcsa az irányítás. Itt most... tehát ha balra nyomom, akkor jobbra megy, ha jobbra nyomom, balra. Tehát úgy invertált. Itt le kellene érkezni. Jó, azt add ide. Ho! De... túl sokáig ott marad az. Ó, és ilyen a pók. Arra itt akkor egy mentést tegyünk. Póknál vissza kellene küldeni szerintem azt a lövését. Ez a fény meg úgy is marad nálam, nem? Tehát csak nem kerül vissza. Az eredeti helyére remélem nem fog visszakerülni. Na, gyere ide. Ja, wow! Túl hamar ugr... azt hittem. Oké, odafent. Odafentre el kell jutni. És ott látom is a platformokat, csak... végig balra, aztán akkor úgy visszafent. Na jó. Ez rendben eddig. Jó. Jó, oda fogunk visszakerülni. Majdnem túlugrottam. Ott is, már is ott van egy. De oda... hát most... ha ugrok én abba a... ott egy mentés, hadd nézzem meg, hogy... az úgy nem jó. Akkor itt most kerüljünk le. Na, hát csak ide. Így.
Itt már itt jön egy platform, amire rá tudok ugorni. Innen erre. Tovább. Ide. De azt meg kell várni, hogy visszajöjjön. Itt teljesen így körbe, ahogy itt vagyunk. De... mindig nem teljesen tiszt. Ogya! Jó, ide megérkeztem. Aztán... itt... hopp! Ez mi volt? Ez furcsa volt, de... itt most, hogyha... itt most hogy vagyok a szelek? Már... de ez így nem... ez így nem jó, már... ehhez oda vonz? Mintha... de hogy van az? Na várjál akkor innen, hogyha... várjál... úgy lesz a jó! Úgy lesz a jó, szerintem! Figyelj, elengedem! Hopp! Ott azt el tudta venni. Várja. Jó. Meg itt akkor le tudok... itt ez... Hogy? Várja. Ja, így le tud... le tud jönni. Ott meddig ér az a lövés? Ja, idáig. Jó. Ja. Amikor jön a lövés, átugrom úgyis a jégcsapokat. Ott kell lesz, azt úgy kell lesz a másikat is megszerezni. Tovább tudok így körbe rajta menni. Körbe tudok menni, és akkor most ezzel most mi van akkor, hogyha ha itt leteszem, meg vissza fölveszem, ugrok, ide, ja, oda le kell ugolni szerintem. Várj, hogyha ide megyek, ide, innen le, ahhoz túl nagy ugrás volt, várj, az lesz ez pedig. Várj, kisebb ugrás, innen meg oda. Az úgy nem jó. Nem mondod, de ott akkor merre kellene ugódni? Innen most mit csináljak? Hát oda valahogyni. Közbe felvenni. Az de kemény lenne, mi? Hát csak ide. És... hoppá! Hát ez pedig csak eddig enged jönni. Valahogy ezt én nem érzem, hogy... mi innen leugrok, akkor lefele esik. Júj! Akkor így lefele esik. Ezzel kell akkor trükközni. Várjál, innen meg ide. Na csak rá. Júj, ezek a gondolatok fognak engem sírba vinni. Várjál. Ide, fejjel lefele. De itt akkor ezt engedjük el. Ide gyere. Itt a töredéket tegyük bele. Az elhagyatott romok. Csó! Na hát ott van még kettő a ajtóhoz, az ajtó meg ott van, ott a négy kell, és akkor úgy kell ott úgy végig gondolom. Gondolom akkor így lesz az elhagyatott romok, tehát balra, föl, ott kell, vissza, ide leérkezem, az a kapunát. Jó lesz ez. Hú, akkor. Hajrá! Azt mondja, itt erre jövök. Erre esek le. Itt meg... hát szerintem... hát úgy szerintem nem érke, úgyhogy így ugrok le. Jó. Ez meg a mentés. Jó. Feljel lefele. Ho-ho! Nem mondod, hát akkor még egy mentést kérnék, hát hogy töltse fel az életem. Menjünk először egy kört. Aztán akkor, hát kezdjük leszedni. Á, de oda teszi azt a jegest. Jó, mondjuk. Nem tudnak jól célozni így ebbe a formába szerintem, mert egy kevésbé jól, hogy én itt vagyok a plafonon. Jó, ho. Vere. Azt mondja, jöjjünk vissza le. Azt mondom, hogy vissza le. És akkor itt mennyi? Jó. Ez nem talált el, viszont... ott lesz. Arra át kell nekem esni. Méghozzá úgy, hogy... amikor az a veled... szerintem akkor megy a támadás... most ugrok. Jó.
megvan, a harmadik. Ott lesz felül. Innen kell nekem akkor... Szerintem amikor indul a támadás. Jó érzék. Támadást indítsuk rá, eltalál, úgyhogy ki kell valahogy térni. Innen tovább, már akkor még... Aha. Itt le kell zuhanni. Tehát ott nem lehet sehogy sem menni, csak akkor így közötte. Jó. Odalent van nekünk egy valamilyen fél körívbe alul, ott látszik, körívbe jön a támadás. Azt mondom, hogy jöjjünk lentebb. Van ott egy vakfolt, igaz? Jaja, hogy oda nem talál el. Hát, és aztán itt gyorsan. Jó, engedj. Puff. És itt van. Megvan a negyedik. Na, most már engedj le teljesen. De belevisz a... Nagyon sokáig ott marad ez a jeges szurka. Aminek nem örülök. Jó. Mentés. És aztán itt már csak le kell lesni, igaz? Bár túl nagyot esek, akkor annak annyi. De nem, mert... Mert itt leesek. Jó. Jó, vissza. Rendben. Az mondjuk nem teljesen. Nem baj, helyezzük el a négy. De még támad. Hadd menjek tovább. Nem! Túl-e? Na mi a helyzet? Ide kell elhelyezni. Úgy bizony. Ez az. Kész a híd. Ez a szentély mindennél erőteljesebb, mint amit valaha is építettek. Nézd, mit hoztak létre. Ó, mondjuk szegények ott megfagytak. Jó, arra ott tovább. Játék elmentve. Akkor nézzük, mit tudunk. Egy élettel mit tudok tenni? Hát nem sok mindent szerintem, de menteni azt tudok. Vajon Gumov ismerte a sorsukat? Remélem nem haragszik ránk azért, hogy mi még életben vagyunk, és ők pedig már nem. Hát én is remélem. Majd egy mentés, és akkor nézzük innen. Hát vissza kell, vissza fel kell nekünk jutni valahogy. Hát remélem most már nem, tám, nem, seb, nem sebesülök a platformokon. Ilyen keresztül, de... Most mikor lehet? Most lehet ugorni. Azon a tetején egyáltalán ott lehet maradni? A tetején ott lehetett maradni. És itt felmászni. Jó. Hú, de nagy jeges. Mi ez a jégszív? Szeny meghallgatása. Szelekelme előttünk fekszik ennek a helynek a szívébe zárva. Ezek a romok mindazok, amik hátramaradtak Gumonból, emlékeztetve minket végzetükre. Elveszíteni azokat, akiket szeretsz. Gumó az utolsó a népéből. Ori, vissza fogjuk hozni a fényt Nibelért és a Gumonok emlékeiért. Helyre kell állítanunk a szelek elemét. Na, állítsuk helyre. Jó. Az rendbe. Ajaj.
szavai cselekvésre ösztökélték. Ne! Ez ne... Solid ground. Esnek... Jéj, csapok, esnek le... Össze... Mit csinált, gumó? Azokat hogy... Kerüljem én? Hopp. Oda kell egyet szerintem küldeni, mert ott van egy... Ott volt... Áj, én azt láttam. Én azt láttam elsőre is. Ott volt egy fal. Fal pedig jelölte azt, hogy kicsit össze volt törve. Oda szeretnék küldeni egy támadást, ide. Ide küldjed a támadást. Jó. Belementem a tüskébe. Jó. Kicsit várni kell, mielőtt úgy jön az a víz támadás. Ott meg... Várjál, akkor ott... Melyik szélen kellene maradni? Itt? A falnál? Várjál. Akkor leesik, akkor ide húzódok. Jó. Mehetek tovább, vagy nem? Nem, inkább lefelé? Jaja. Figyelni kell azokra a víz sugarakra. Akkor elé törnek, illetve a jégcsapok. De ugyanígy volt vége az elsőnek is, ott is egy ilyen nagy menekülés volt. Várjál, akkor indítsuk be azt, hogy azok leesnek. Így né, most látjuk is. Úgy né. Jó. Kis türelem. Meg kell szaladni. Itt aztán bal szélen van egy kis beékelődés itt. Hopp. Jó. Na, most már nyugi, igaz? Ez itt biztonságos, ez se. Kurófészke. Na nézzük. Wow! Tojás! Na! Hadd nézzem. Fészkébe ott volt egy. Három kis bagoly. Csak hozta neki a kajákat, nem? Hóha. És akkor történt az élet fájával. Fészeknek annyi. Igen, nem, hanem... Hú, a zene! Ment meg... meg akartam menteni őket, ne! És nem sikerült. Szegény. És azután lett ilyen a szeme. És azért ment úgy a fára, meg úgy az erdő. De egy tojás még maradt, de az megfagyott, vagy az...
Ori megismerte, hogyan rontott át fényünkön. Hogy megóvja egyetlen gyermekét. Na most mi lesz velünk? Hoppó. Nem mondod. És most mit csináljak? Hát... Hopp. Se balra, se jobbra. Mit csináljak vele, vagy des? Valahány másodpercig kint lehetek, de csak addig. Már oda kell szerintem a farönkhöz. Ja. Miért nem lehet menteni? Vaj nem, nem jó, nem jó, nem jó, mert igazából... Le kell hívni azt a zöldet. Hát gyere hát le, hát... Oda át kell valahogy. Már én nem tudom szétszedni. De akkor oda kellene valami híd, hogy ez a zöld is át tudjon jönni. Ez nem, az ott nem. Valahogy, hát pedig az lesz. Vagy ezekkel mit, az ott, na. Nem lehet menteni sehogy se. Na várja. Akkor még egyszer. Várja. Úgy, ha, átküldtem. Szerintem igen. Úgy, nagyon remélem, hogy sikerült. Jó. Akkor itt megállok, de nem lehet menteni. De adj már egy mentést! Egy mentést! Jó. Akkor nem kell. Egy hajszálon múlt, hogy el tudtunk menekülni a karma elől. Most már világos, miért vadászik ránk, Kuro. Csak a fiókáját akarjam megóvni. De ne feledd, Ori, még meg kell gyújtanunk a melegség elemét. A napkő, amit keresünk, a Kín keservhágó csúcsán található, a széllel kell utaznunk, hogy megleljük az odavezető utat. Szél völgyéből Kín keservhágóba, oda felülre, mert már így a többi helyszínt úgy felfedeztük, és akkor, hogy valahogy így írtátok, hogy akkor ezelőtt vagy a vulkán előtt, de akkor most már úgy vissza fogok térni akkor így a korábbi területekre, ugyanis azért már vannak képességek, ott még kettő hiányzik szélen, és akkor megpróbálok gyűjtögetni, meg hogy meglegyen minden, itt már menthetek. Hú! Király kis sztori, találkozunk legközelebb.